Sziasztok! Az autóimat meg motorjaimat már bemutattam nektek pár korábbi videóban. Viszont egy valamiről még nem volt szó, és azokkal is csináltam azért két komolyabb túrát, ezek pedig a biciklik. Na most érkeztek kommentek, hogy erről is beszélhetnék egy kicsit bővebben, hát akkor legyen. Egyébként a bicikli miatt sokan azt hiszik, hogy én valami kerékpármániás vagyok, pedig erről szó nincs. Mindössze annyi a helyzet, hogy szeretem ezt a helyváltoztatási formát, és pont. Nem vagyok valamilyen elvakult drótszamár fan, mint ahogy teljesítményhajhász sem, hogy ennyi meg annyi kilométert kell megtennem, ennyi meg annyi idő alatt, amiben x méter szintnek is kell lennie, stb. Stb. Maradjunk a hobbi bringász megfogalmazásnál és a mottómnál, hogy önerőből bárhova is. És itt az önerőt azt fizikailag értem. Na, lássuk, milyen kerékpárokkal csapattam, de még mielőtt belekezdenénk, annyit még szeretnék elmondani, hogy kölyök korom után nagyon sokáig nem volt lábbal hajtható kétkerekünk, mert szó szerint a WC-re is motorral vagy kocsival mentem. Csak később jött az ihlet, hogy venni kéne egyet. Az első ilyen egy tévedés volt. Egy ilyen mini A-bike-ot vettem 2012-ben. Vatta új volt, 0 kilométeres, és az osztrákoknál a Forstingerbe egy árukisöprés alkalmával jutottam hozzá 50 euróért. Ez a jószág mindössze egy bevetést ért meg, mert egy utolsó kényelmetlen, használhatatlan szar volt az egész. Nem is készült csak ez a két kép róla, amikor Gradóban kipróbáltam, utána azzal a lendülettel ment fel az osztrák jófogásra és viszontlátásra. Ennek a szerkezetnek annyi pozitívuma volt, hogy tényleg nevetségesen kicsire össze lehetett hajtani, így semmi helyet nem foglalt, és ha jól emlékszem, volt vagy 7 kiló nagyjából. Ezen kívül egy nyeklő-nyakló, tényleg a használhatatlanság határát súroló, semmire való szemét volt. Mondjuk őszintén magam sem tudom, hogy mit vártam tőle, 8-szoros kerék, hát gyerekek, egy rolleren nagyobb van. Tényleg az utolsó úton fekvő kavicson is megakadt a kerék, és még lehetne sorolni, de inkább nem teszem. Helyette gyorsan felejtsük el ezt a hitvány mocskot, és lássuk a következőt. Ez egy mezei, egysebességes, acélvázas, összecsukható Csepel kempingbicikli volt, amit, ha jól emlékszem, nevetséges 10.000 forintért vettem. Ezek a vásárláskori állapotok. Egész jó bőrben volt, nem valamilyen ütött, kopott, viharvert lom volt, a krómok is szépek voltak rajta. Első körön kapott két új külső belső gumit, meg egy normális nyerget, illetve egy kosarat az elejére. Ezzel a kis vacakkal az egész környéket bejártam annó, fákerzékör, vörterzékör, stb. Stb. Trieste-ben nem is tudom hányszor tekertem vele, komolyan elég lenne megszámolni. A horvátoknál is volt bevetésen az Isztrián, itt is beleszaladt némi kilométer a partokon meg a városkákban kanyarokba. Úgy megszerettem, hogy 2016 elején még készült pár kép a gyári állapotról, majd az utolsó csavarig szétszedtem. Kezdődhetett egy teljes festés meg felújítás. Előkészítettem a dolgokat, majd jöhetett ez a metálzöld szín. Ezzel telibe fújtam az egészet, majd ahogy illik, minden be lett olajozva, kembe zsírozva, végül összeállt a paripa. Nem akarom itt agyon dicsérni, de szerintem jó kiállása lett. Annyit tuningoltam rajta, hogy hátulra kapott egy nagyobb fogaskereket, mert az emelkedőkön azért küzdeni kellett az eredeti áttétellel, így mondjuk kényelmesen csak olyan 15-16 km per órával lehetett haladni vele, de legalább nem kellett a legkisebb emelkedőnél is leszállni róla és tolni. Ja meg hátra az elég gyenge kontrafék mellé szereltem pluszba egy patkóféket is. Így már azért komolyabb lejtőkön is meg lehetett vele állni biztonsággal, mert azért ez nem volt kikímélve, hogy csak síkterepen használom. A 2016-os szezont megküldtem vele rendesen. Egy májusi, 4 napos hosszú hétvégén legurultam a Mercivel Triestig, ott felmálháztam a bringát és irány egy szlovén tengerpartúra. Ezt mindenkinek csak ajánlani tudom, tök jó kiépített bicikliutak vannak szinte végig az egész tengerparti hosszon, egy élmény ott kerékpárral jönni-menni. Az első nap kényelmesen csak Izoláig jutottam. Ott egy parkban, egy konténer bódé tetején aludtam, itt van az éjszakai vackom. Másnap aztán gyerünk tovább, hegynek fel erre a kilátási pontra, ahonnan csodásan látszik az egész város. Ezek után késő délelőtt már Piránban voltam, majd valamikor délután érkeztem meg Portorosba. Itt eltelt a nap, majd este felé egy lendülettel visszatekertem a kocsihoz. 2 nap alatt összesen 78 kilométert raktam a kempába.
Másnap Gradó mellett ismét összeraktam a gépet, ugyanúgy felcuccoltam, majd irány az isonzó torkolat meg a többi. Itt is prima bicikli út fut közvetlen a tenger mellett, szóval ez is erősen ajánlott. Később ebben a kis kikötőben éjszakáztam. A következő reggelen meg irány tovább Redipúlia az első világháborús katonai temetőhöz. Itt vannak névvel ellátott sírok, egy-néhányhoz jól láthatóan még járnak ki látogatni nagy valószínűséggel rokonok. Még őrzik a nagyapa vagy dédapa emlékét. Hátul van több tömegsír is, ebben például 7000 osztrák-magyar katona alussza örök álmát. A temetőben összesen több mint 14500 ember nyugszik. Nem messze innen találjuk a Mussolini által építetett monumentális, az egész hegyoldalt betakaró emlékművet. Ide csak olasz katonákat temettek. Nem akarok hazudni, de összesen bőven több mint 100 000-et, ha jól emlékszem. Közvetlen mellette pedig itt van az első világháborús múzeum. Hatalmas anyag van itt, akit csak egy kicsit is érdekel a dolog, annak ez kötelező látnivaló. Korábbi videómból már tudhatjátok, hogy anyai dédapám is itt harcolt annak idején, szóval nekem ezért fontos ez a múzeum, meg úgy unblock az egész környék. De tekerjünk tovább. Ez itt már maga az isonzó folyó. Annak idején nagyjából ez volt a frontvonal, a keleti részén a mi csapatainkkal, a nyugatin az olaszokkal. A negyedik napnak a végére 147 kilométer került a cangába. Ez azt kell mondjam, jó próba volt, mert itt kiderült, hogy kényelmes a gép és jól lehet vele haladni, még így agyig megpakolva is. Nagyjából egyenes háttal lehetett rajta ülni, ami nekem nagyon kényelmes és fontos, és a nyereg is bevált, nem törte széjjel a hátsóbat. Így aztán további hasonló túrákra gondolkodás nélkül vállalkoztam vele. Például egy hónappal később, egy júniusi hosszú hétvégén a horvátokhoz mentem bele. Ugyanúgy felcuccoltam Opatijában, majd let's go. Először a Lungomárén kanyarogtam vele. Hatalmas élmény volt az egykori arisztokrata villág között csapatni. Később viszont nem volt más lehetőség, az országúton kellett tovább tekerni. Az úti cél az Isztria keleti partjának egyik legszebb és sajnos emiatt legfelkapottabb strandja volt. Ez a Bürszecs mellett található Uvala Klancsac Beach. Ez a sziklafal tövében található aprócska kis strand szinte állandóan fullon van. Itt a képeken még hagyján, de jártam már itt máskor is, szó szerint egy törölközőt nem tudtál volna leteríteni. Estére aztán teljesen kihalt az egész, csak én maradtam egyedül. Mire lement a nap, addigra kész lett a vackom, és lehetett élvezni, ahogy a tenger egész éjszaka mesél. Másnap egy másik öbölben még készült pár kép, majd emlékszem, a telefonom lemerült, hogy szakadjon meg, így erről az útról nincs több képem. Rabacig mentem majd, aztán onnan vissza Opatijába, ez volt az útvonal. Később még Lignanóban és Jézolóban is bevetésre került, illetve a Parenzana nevű bicikli út egy szakaszát is megjártam vele. Ez a bicikli túrázás meg a szabadság érzet, amit ad, nekem annyira bejött, hogy valamikor ekkor fogant meg bennem a gondolat, de úgy Isten igazából, hogy világgá megyek, ráadásul biciklivel. Ehhez viszont kellett valami komolyabb, mert egy ilyen kempinggel azért durva lett volna elindulni. Igazából fogalmam sem volt, hogy milyen gépre lenne szükségem, meg hogy ezt honnan kellene megvennem, stb. De aztán nem is kellett sokat gondolkoznom ezen, mert ott, ahol laktam hátul a kertben, az egyik fenyőfa alá ki volt lökve két mountain bike. Láthatóan évek óta rájuk sem nézett senki. Kezdtek már rohadni, tiszta gyanta volt mindenük, de én rögtön tudtam, hogy ezeket fogom alapul venni, és a kettőből építek egy használhatót, aztán meglátjuk, hogy az majd mit tud. Az egyiknek a komplett vázát használtam fel. Ezt visszacsiszoltam, majd kapott egy alapozót, ezek után pedig egy ilyen csoki barna fényezés némi mintával. Az első villa a másik bringáról jött, mint ahogy később a kerekek is. Itt már lassan kezd összeállni, de mint látható, nagyon messze van még ez a kész állapottól. Itt már nagyjából összeállt a dolog. Előre gyártottam rá csomagtartót, és mondhatni, el is készült. 2016 nyár végén ez volt a felállás. Majd eljött 2017 júniusa és a főpróba ideje. Ekkor volt az, hogy 3 hét alatt fillakból indulva letekertem a horvátokhoz egészen Makarskáig. Akit érdekel ez a kirándulás bővebben, az talál róla a videót a csatornámon, a linkét leraktam a leírásba. Hatalmas élmény volt az egész, meg egy óriási tapasztalás. Itt kiderült, hogy sikerült az építés, hogy milyen cuccokra van, vagy éppen nincs szükségem, és így tovább.
A bringa maga egyébként jól vizsgázott, de azért kiderültek ott dolgok, hogy az áttételeken biztos, hogy módosítani kell, mert megpakolva, hát bizony-bizony óriási kínlódás volt az emelkedőkön menni felfele a plusz súly miatt. Illetve még pár más apróság is felmerült, de összességében elégedett voltam. 2018 elején aztán ismét neki estem, mint bolondtehén a borjának. A festéssel nagyon nem voltam elégedett, több helyen elkezdett lepattogni, ezért ismét visszacsiszoltam. Újra alapozó, majd egy alap kék, amire jött ez a flitteres lak. Elég mutatós lett, de mint az majd később kiderült, tartós nem. Mindegy, hátra is gyártottam egy sokkal erősebb csomagtartót, meg ami a lényeg, egy utánfutót is. Ekkor jött 2018 júniusa, és ismét elindultam egy 3 hetes amolyan második főpróbára. Ekkor Korzika szigete felé vettem az irányt. Erről a kirándulásról is készült egy 3 részes sorozat, ezek linkjei szintén a leírásban találhatók. Azt kell mondjam, erre a túrára állt össze rendesen a paripa. Itt már minden jó volt és bírta. Tényleg örültem, mert tudtam, ezzel elmerek indulni a nagy útra. Ezek után már csak még egy kis pénzt kellett gyűjteni, meg valóban meghozni a nagy döntést. Ezt valamikor 2020-ban akartam meglépni, de mint tudjátok, a Covid közbeszólt, és jó darabig nem is engedte, hogy megvalósuljon a dolog. Közben a szintén lepattogzó kék fényezésből egyszerűen elegem lett. Fogtam, harmadjára is visszacsiszoltam fémig, majd nem szaroztam, egy mezei ral kék színnel, meg teri hengerrel lefestettem, azt kiskezit csókolom. Meglepő módon egyáltalán nem lett okádék a végeredmény, és azóta is bírja a strapát. A bringa a mai napig is bármikor bevetésre kész, jelenleg Debrecenben otthon pihen a garázsban. Tehát ez még megvan, a Campingszont viszont 2017 vége fele eladtam. És hát a kék bicikli azóta kék Kongóra módosult, mert mint pontosan tudjátok, végül autóval indultunk neki. Aztán 2018 elején történt, hogy az osztrák jófosás.hu-n, azaz a Wilhabenen szembe jött velem ez. Egy chopper bringa. Őszintén szólva, ez szerelem volt első látása, meg egy igazi impulzus vásárlás. 5 kilométerre tőlem egy másik faluban hirdették, és az eredeti 180 eurós vételárat végül letrógerkedtem 120-ra, így lett az enyém. Hát, hamar kiderült, miért akart ennyire szabadulni az előző gazdája tőle, és ennyire kevés pénzért. A helyszínen nem tudtam kipróbálni, mert az első gumi rottyon volt, hiába fújtuk fel, azonnal elengedte a nyomást. Így nem tűnt fel, hogy a villanyak, mely az egész kormányrész a halálán van, csuklott, nyaklott az egész, mindene ki volt kopva, de nagy jelentőséget nem tulajdonítottam neki. Úgy voltam vele, hogy hát CNC marósként valahogy csak meg fogom tudni oldani ezt a problémát. Ezt is rendbeszedtem kicsit, kapott pár kiegészítőt és lehetett használni. A márkája Velor volt, és amit imádtam, hogy egy SRAM 7 sebességes agyváltója volt. Az elején voltak aggályaim azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán mennyire lesz ez kényelmes, meg miként lehet vele haladni, de legfőképp kanyarodni. Nos, hamar kiderült, hogy ettől kényelmesebb biciklim még nem volt. Tök jó volt a geometria, és az egyenes futása egy álom volt a hossza miatt. Ezzel bármennyi kilométert el tudtam menni egy húzamba, sose fájt se a hátam, se a seggem, se semmim rajta. Kanyarodni, azt hogy is mondjam, az elején fogalmazzunk úgy, érdekes volt vele, de aztán meg lehetett szokni. Ez is elvitt egy csomó helyre, és azt kell mondjam, hogy mikor valahol megjelentem vele, ott konkrétan turista látványosság lett belőlem. Mindenki fényképezni meg kipróbálni akarta. Előbbit hagytam, utóbbit viszont nem, sőt a végén már a fényképezés sem, mert már rendesen zavaró volt ez a túlzott érdeklődés. Egyszerűen nem tudtam elindulni a dolgomra, mert mindenki jött, hogy jaj, csak még egy képet, meg lehetne olyat is, hogy rajta ül, stb. Mikor megálltam valahol, dettó. Hihetetlen módon még a Twingo-ba is be lehetett tuszakolni valahogy, szóval tényleg tudtam használni rendesen, bármennyire is drabális volt. Vagy mondhatni, praktiktalan, és nem röhög, ha nem tudtad volna, a praktiktalan a praktikus ellentéte. Összesen biztosan mentem vele vagy 500 kilométer, de végül úgy döntöttem eladom, mert tényleg akkora volt, hogy a teraszra sem tudtam rendesen kirakni. Bő 2,5 méter hosszról beszélünk. Hamar elvitték, őszintén szólva, ezt azóta is bánom. Utóbbi időkben minimum 6-700 euróért árulják ezeket, márha van belőle eladó. Mert gondolkoztam, hogy veszek egy másikat, de ennyiért köszi, inkább kihagyom. Helyette inkább újra valami kicsi és összecsukhatóra pályáztam. Így került a házhoz 2020 januárjában az első stridám, igen, ez a piros.
Aztán mondhatni, ezzel is befülöttem. Állandóan törtek benne a küllők, amit meguntam és elpasszoltam. Utána vettem meg ezt az ezüst színűt, ami azóta is megvan, és egyszerűen imádom. A stridákról készült tesztvideó, link erről is van a leírásban. Mondjuk nem titkoltan azóta is vadászok egy strida evót, mert az háromsebességes, na az lenne számomra az igazi non plus ultra. Nos, ezzel a végére értünk, ez lett volna a története a biciklis dolgaimnak. De ez idő alatt legalább sikerült megtalálni azt, ami számomra végül bevált. Az egyik egy merő véletlen, mert a nagy túrás bringámhoz sok reményt nem fűztem az elején, de aztán csak kiadta. A másik meg a strida. Mondjuk ez már nem véletlen, hanem egy tudatos választás volt, mármint a második. Közben próbáltam más összecsukhatósokat is, de egyik sem jött be, úgyhogy én maradok ennél. Köszönöm, hogy meghallgattatok, ezzel itt a vége Fussel Vére, remélem érdekes és vagy tanulságos volt, vagy esetleg motiváló, mert ebből az egészből azt akartam kihozni, hogy nem kell csilliárd forintokért megvenni a legdrágább biciklit, ha menni vagy túrázni akarsz. Ilyen alapszerkezetekkel is simán neki lehet vágni, ha megfelelő állapotban vannak, a többi csak rajtad múlik. És erre az említett megfelelő állapotra mindig törekedj, mert egy jó kerékpárral minden kilométer élmény, egy rosszal meg minden egyes méter büntetés. Na, ezek után ne felejts el feliratkozni meg kommentelni, találkozunk a legközelebbi videóban, kellemes reggelt, napot, estét mindenkinek, ki mikor nézi ezt. Szevasztok!